Csepeli György, professzor emeritus az ELTE Társadalomtudományi Kar Doktori Iskola Interdisziplináris Társadalomkutatások Program programvezetője. Kutatási területe a csoportközi viszonyok, szociálpszichológiája, a nemzeti identitás, az antiszemitizmus, a cigány és a konfliktus megoldás. Érdeklődése az utóbbi években az információs társadalom, a big data és a mesterséges intelligencia gazdasági társadalmi hatásainak vizsgálata felé fordult. Előadásának címe kreatív szociálpolitika fogadják szeretettel Csepeli Györgyöt. De nem, akkor, nem. Jaj, akkor vagy oda is adhatom. Nem akarom spoilerezni az előadásomat, de a bajról fogok beszélni, amit mi okozunk, és ugyanakkor arról fogok beszélni, hogy a bajból hogy tudunk kikerülni, a szintén tőlünk függ. Tehát ilyen értembe véve emberközpontú lesz az előadásom, mind a negatív, mind a pozitív szálat illetően. A segítségnyújtás az a királyút, ami minden bajokból kivezet. Ennek evolúciós előzményei vannak. A Homo sapiens annak idején azért győzött, a neandervölgyiekkel szemben, hogyha lehet hinni <coughs> Bregman könyvének, hogy bár erősebb volt, bár okosabb volt, de két dologban nem tudott versenyezni velünk, és ezért ülünk mi itt, és nem a neandervölgyiek utódai, mert mi kooperáltunk, és segítséget nyújtottunk, szolidárisak voltunk empátiásak voltunk, szemben a neandervölgyiekkel, akik individualisták voltak. Az altruizmus az a voltaképpeni eszköz, amely mind mióta a Földön vagyunk, a túlélésünket segítette. Az egyetlen probléma az altruizmusra, hogy volt egy határ, és ma is van egy határ, ott, ahol a saját csoport véget ér, ott véget ér az altruizmus is. Tehát ilyen értelemben véve az altruizmus kifizetődő a közösség szempontjából, nem feltétlenül kifizetődő az egyén szempontjából. A szolidaritásnak ilyen szempontból van egy kockázata, de a közösség mindenképpen nyer. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez visz bennünket tovább. A kérdés persze az, hogy hol vannak a határok, a közösségnek a határai. Jelenleg úgy tűnik, hogy még elég kemények ezek a határok, és messze van még Kantnak az álma, hogy az emberiség egy nagy közösség lesz, és az ember lesz a szolidaritásnak az alanya. A szervezet társadalom, ami ugye kiléptetett bennünket a közösségi társadalomból, ott a csoport hovatartozásoknak egy sokfélesége következett be szemben az eredeti szembenállással. volt egy saját csoport, volt egy másik csoport, volt a saját törzsben, volt a másik törzs, és ilyen értelemben véve a probléma leegyszerűsödött, hogy hova tartozom. Ugyanakkor azt kell világosan látni, és sajnos a jelenlegi tragikus események a világban ezt mutatják, hogy a törzsies mentalitás nem tűnt el. Az továbbra is itt van. De ugyanakkor ráépült erre a törzsies mentalitásra a jogi, a politikai, a kulturális választóvonalaknak egy nagyon tarka világa, és létrejött egy rendszernek nevezett, helyze, rendszernek nevezett struktúra, amit nem tudunk befolyásolni, de ami hatással van ránk, és létrejött egy életvilág, amit be tudunk folyásolni, mert ott vagyunk jelen. Ott vagyunk szemtől szembe, ott tudjuk föltenni azokat a kérdéseket, amelyek kérdésekre választ is tudunk kapni. A rendszert hiába kérdezzük, a rendszer ad nekünk válaszokat, de nem feltétlenül az igaz válaszokat. Tehát ilyen értelemben véve a szervezet társadalom az, ami fölveti ezt a bajból való kijutásnak a, a problémáját, és ezt a modern viszonyok között a szervezet tudja megoldani. A szervezet, amely tulajdonképpen azt a kérdést oldja meg, hogy együtt, akarjunk kikerülni a bajból, vagy pedig egyedül. Akkor, hogyha szervezet van, akkor a válasz nyilvánvaló, hogy van egy olyan struktúra, szervezet együttműködésnek a rendszere, amely segít bennünket. Tehát a segítő szervezet az, ami voltak éppen a maguk a, a szociálpolitikai területen működnek. Persze minden szervezetnek megvannak a maga, hogy mondjam, hátulütői mert a manifest funkciója a szervezetnek nyilvánvaló segítés. De máshol vannak látens funkciók, amikor a szervezet túlságosan saját magára koncentrál. És nem annyira arra figyel, hogy hogy kinek miben kell segíteni, hanem önmagát akarja tulajdonképpen menedzselni. És ez eh, okozhat egy rigiditást, okozhat egy alkalmazkodásképtelenséget, de szerencsére az evolúció törvénye a szervezetekre is áll. Tehát azok a szervezetek, amelyek, ta, amelyek tartósan diszfunkcionálisak, tartósan csak önmaguk fenntartására összpontosulnak, és nem figyelnek a tényleges funkciókra, azok előbb-utóbb kikopnak a világból. Ebből a világból, és tulajdonképpen itt, van, itt, vagyunk most az új bajoknak a forrásánál, amelyet korszakváltás jellemez. A korszakváltásnak a lényege, hogy ez a, ez a komplexitás, a változékonyság, a bizonytalanság, a kétértelmiség, amit valamennyien érzünk a bőrünkön, minden nap nem tudunk úgy fölkelni, hogy, hogy ne érezzük azt, hogy tulajdonképpen bizonytalanabb az életünk, mint volt tegnap, ez most már szinte elviselhetetlenik. Elviselhetetlen szintig ért el bennünket. Tehát a káosznak és a rendnek, aminek mindig is volt egy, egy ilyen héjanásza. Az ember ugye mindig káoszban is egyszerre rendben élt, általában a rend szokott győzni, de nem mindig. És most meg kell mondjam, hogy ha fogadnom kellene, hogy a káosz vagy a rend fog győzni, akkor bizonytalan vagyok a rend esélyeit illetően. A, az írás mindenképpen megjelent a falon, tehát a korszakváltásnak ez a, hogy ez a négy jellemzője egyszerre hat ránk, és hoz létre egy válsághangulatot kint a világban, és bent a, a, lélekben. Ennek ugye megvannak a maga nagyon jó kézzelfogható jelei. Ilyenek a klímaváltozás, a szám növekedés, a várható élettartam megnövekedése amit nem feltétlenül jelent az egészséges élettartamnak a megnövekedés. A társadalmi egyenlőtlenségek talán az a legsúlyosabb az egész bajlistán. A nyugati civilizáció hanyatlása, a fenntarthatatlan növekedés, az elmagányosodása, a lelki bajok, létfelejtés, igazságtalanság érzetek, digitális szakadék a nemzedékek között. Tehát nem akarom ezt a listát végtelenségig hosszabbítani, mert teljesen lesz a a, a, a jelenlévőket. A lényeg az, hogy a bajok, amelyekről beszélünk, és amelyeknek a hátterét az előbb megpróbáltam ebben a rövid listán felvázolni, azoknak van egyfajta struktúrája szerintem. A, vannak egyéni múlóbajok, vannak egyéni tartós bajok, vannak közösségi múlóbajok és közösségi tartós És a szolidaritás a szociálpolitika mind a négy bajtípusra kell, hogy valamilyen szervezeti megoldást kínáljon. Mert egyedül, mint mondtam, képtelenek vagyunk ezekből a bajokból kikerülni. Az egyéni múló bajok azok a testünkből adódnak, ezek gyógyuló, gyógyíthatóak és gyógyulnak, ezek lehetnek lelki bajok, de valamikor a lelki és a testi bajok nagyon szoros együttműködésben vannak. Sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy Rengeteg testi betegségnek az oka voltaképpen a lelki betegség, ez a pszichoszomatikus ok. A stressz, a kiégés, napi nap tapasztaljuk ezeket magunkban és környezetünkben, a kudarc, a frusztráció, a csalódás, ez mind kellemetlen, de tulajdonképpen elmulaszható lelki egyéni bajt jelent. És a fölöslegesség érzés, ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a mesterséges intelligencia hullám, amely nem divat, hanem tartós, ez nagyon sok embernek olyan értelembe véve válságot fog jelenteni, hogy el fogják veszíteni a munkájukat, mert a gépek ilyen véve. A gazdaságosabbak lesznek, mint az emberek. A tartós bajok, a traumák, ugye ezek nagyon fontos dolgok. Az életnek az első ezer, ezer napja, amikor beszerezzük a traumáinkat, és itt, ül, itt ülünk, és a bennünk vannak az eltemetett traumák, és ezek a traumák üzennek, ha akarjuk, ha nem, és zavarnak bennünket. A bepótolhatatlan hiányokat jelentenek ezek a traumák. A szenvedélybetegségekben, függőségekben mutatkoznak meg, testi, pszichikus fogyatékosságok. A fogyatékosságnak egy része, mint hallottuk Külső okok miatt következik be, de vannak fogyatékosságok, amelyek genetikai okok miatt következnek be, és hát hősnek kell lenni, mint hallottuk az, az előbbi előadásból. Szerencsére vannak ilyen hősök közöttünk, akik képesek felülkerekedni ezeken a bajokon, és képesek megmutatni az utat a többieknek, hogy hogy tudnak a saját bajaikból kijönni. A pszichózis, a neurózis, a krónikus betegségek, és hát van most egy újabb baj, ugye a élettartamnak a megnövekedése az sajnos az agy, kapacitásainak bizonyos szempontból a kiégését jelenti. És a demencia az egy rettenetesen súlyos probléma az egész fejlett világban. Valamit ezekkel az öregekkel majd kell, kell tudnunk kezdeni, mert öregek megért, megérték az életet, de úgy érték meg az életet, hogy tulajdonképpen utána megmaradt a testük és kiégett a lelkük. És a boldogtalanság és a reménytelenség, ezt meg kell mondjam, hogy ez életkortól független. A közösségi múlóbajok, a morális pánik, a közösségi hisztéria, ezt nap mint nap átá, átéltük. A közösségi öngyűlölet, kisebbségek esetében ez nagyon gyakori. A rossz vezetés következtében előforduló e, diszfunkciók a társadalomban, a pessimizmus, a gazdasági pénzügyi válság, a háborús vereség. Sajnos ezek e, ezek lefordul, átfordulnak egyéni traumákba. Tehát itt nem absztrakt bajokról van szó, hanem olyan bajokról van szó, amelyeknek, a, ahogy a József Attila mondta, kívül van az okuk, de belül van, a, belül van a, hatásuk. A tartós bajok a közösség szempontjából, mert ezek az előzőek még elmulaszhatók valamilyen módon, menedzselhetők, a tartós bajok, amikor a trauma, amely bekövetkezik, az intergenerációsan átadódik. Most csinálok egy kutatást éppen a holokasznak a 80. évfordulója kapcsán, és a 80 év az egy nagyon komoly évszám, de úgy látom, hogy megy át a trauma egyik nemzedéből a másikba. Mint hogy a trianon traumája is megy át egyik nemzedékből a másikba. Magyarország ilyen szempontból traumakutatóknak egy paradicsom, csak ajánlani tudom. A, a világban, a világban van ez a posztkoloniális talma, ez nagyon érdekes. Hogy előjött egy olyan lelkiismert fudolás, a gyarmatosítók, ugye, akik a világ urai voltak. Most olvasom éppen, hogy már Magellán, a Magellán szoros el, lesz többé Magellán szoros, nem tudom, hogy fogják hívni, mert kiderült, hogy egy ilyen, egy ilyen gonosz tevő volt tulajdonképpen, írtotta az őslakosságot, miközben felfedezte a félvilágot. Tehát ilyen értelemben véve azt látjuk, hogy a gyarmatosítás létrehoz egy rossz ézést, és ebből a rossz érzésből közösségi tartós bajok keletkeznek már ott, ahol voltak gyarmatok. Nálunk szerencsére a Ferenc József föld ilyen értelme véve nem okoz ilyen rossz érzést, mert csak halak voltak emberek, nem. A stigmatizáció, a rasszizmus, az előítélet, a diszkrimináció, ez rengeteg ember sújt, rengeteg ember sújt, és ezeknek a menedzselése, ha tetszik, hanem tulajdonképpen szociálpolitikai feladat, szociálpedagógiai feladat. A marginalizáció, a szegénység és a tanult tehetetlenség még ide tartozik. Most összességében tehát azt tudom mondani, hogy ahhoz a kiinduló a, a ponthoz képest, amit mondtam, a hordalét, amikor még csak saját csoport és másik csoport volt, ugye egyre differenciáltabbá vált a világ, egyre szervezettébbé vált a társadalom, és ennek következtében a szolidaritásnak a körei, hála Istennek, tágultak. És a mi feladatunk a további tágítás. Tehát a hordából lett klán, Törzs, a rokoni hálózat, saját állam, nemzeti szolidaritás, saját civilizáció, és most vagyunk a határán annak, hogy esetleg talán majd bekövetkezik egy univerzális szolidaritás. Egyelőre még a civilizációs határok nagyon fontosak. Ez a, ennek a háborúnak, ennek a tragikus háborúnak az üzenete, ami a Szentföldön bekövetkezett, az, hogy a civilizációs határt úgy tűnik, hogy nem képesek átlépni. De nem csak ott, a világban más se de hát ez nem a mi feladatunk. Na most a szervezetek, ugye, amelyekről beszéltem, kulcsfontosságúak a bajok orvoslásában, ezeknek is van egyfajta, ha úgy tetszik, evolúciója. A Ferge Zsuzsa annak idején ezt nagyon jól leírta, tőle is tanultam. Ugye a kezdetben, amikor a szervezet társam elkezdett működni, volt a paternalizmus, a jótékonyság. Ma már sokkal inkább a részvételen van a hangsúly. Tehát, hogy, ke, hogy valamilyen módon ne úgy akarjunk segíteni annak, akinek segítünk, hogy ő maga ne vegyen részt a segítésnek a folyamatában, mert a legtöbbet egymásról tudjuk tanulni. Tehát, ilyen értelemben véve a segítés, az önsegítés, az önsegítő csoportoknak a, a működése az mindenképpen bele kell, hogy épüljön a szervezett szociálpolitikai munkába. A, a crowdsourcing, ami ugye az internet által adott lehetőség, amely olyan típusú, olyan típusú szolidaritási akciókat teremt, ahol tulajdonképpen már nem kell személyesen találkozni, hanem tulajdonképpen hasonló bajban lévő emberek rálépnek az internetre, és keresik azoknak a segítségét, akik, akik, akik rájuk hallgatnak, vagy akik rájuk figyelnek. Értékkonfliktusok konfliktusok persze előfordulnak, és ezeket menedzselni kell tudni bármelyik rendszerben, a régi rendszerben is, és az újabban is, amit majd fogok javasolni egy pár perc múlva. Az egyik az igazságosság konfliktusa. Az igazságoság az egy centrális érték. Ha, ha nincs igazság egy társadalmat, biztos emlékeznek, akik voltak Szénában, a, 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 a városházán van az a jó kormányzás és a rossz kormányzásnak a freskója. És a jó kormányzás az attól jó, a freskó sugalata, ez egyértelművé teszi, de a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy igazság van. Hogy, hogy hiszünk, az igazság nem feltétlenül kell, hogy legyen, de hiszünk az igazságba. És a másik freskó, ami nagyon meg van rongálva, de azért az látszik, hogy attól rossz, hogy az igazság és az igazságosság hiányzik, le van bilincselve, az ördög uralkodik fölötte. Tehát az igazságosság persze a bonyolult dolog, mert, a, mert milyen szempont alapján mondhatjuk azt, hogy igazságosak vagyunk. Ez a szociálpolitikai munkában nem egy egyszerű, nem egy triviális kérdés, mert van, azt mondhatjuk, hogy a rászorultság az eldönti a, a problémát. de az egyenlőség az is egy igazságossági szempont, és az érdem az is. Hogyha mondjuk van egy kórház, és a kórházban van 25 beteg, de gyógyszer csak 10 beteg elegendő, akkor hogy osszuk el a gyógyszert? Sorsolással? Ez lenne az egyenlőség. Érdem alapján? Tehát az akadémikushoz kapja meg a gyógyszert, a segédmunkás meg kapja meg? Vagy a leginkább beteg kapja meg? De mindenképpen lesznek olyanok, akik kapnak, és akik nem kapnak. És a világ sajnos ilyen, hogy van egyfajta diszkrepancia az igény és a elosztható javak között. Akkor ugye itt vagyunk a másiknál, az alanyi jognál, vagy pedig, vagy pedig döntsük el, hogy, hogy kinek, ki mire jogosult. Az alanyi jog az ugye univerzálisan egyenlő, de az viszont a forrásokkal nincs arányban, mert nincs elég forrás ahhoz, hogy bizonyos javakat mindenki megkapjon alanyi jogon. Tehát el kell, hogy osszuk hatékonyság, takarékosság különösen a mai viszonyok között. Ez egy rettetesen fontos szempont, hogy hatékonyak legyünk, de úgy hatékonyak legyünk, hogy ne pazaroljunk. Mert a pazarlás az, az viszont emlékezünk vissza e, még a államszociális idejéből. Kornai ugye egyfelől leírta ezt a társadalmat, mint hiány másfelől leírta, mint pazarló társadalom. Tehát a kettő között megtalálni a, a nem egy egyszerű dolog. És az utolsó értékkonfliktus, az, amire utaltam már röviden a segítségnyújtás kapcsán, az autonómia és a beavatkozás. Azt hiszem, hogy az autonómia egy nagyon fontos érték. Rettetesen. Ezért borzasztóan tetszett ez a kis videó, amit a Kati mutatott. Mert a kislányban már benne van az autonómia. És ez valószínűleg meg is marad. Az az autonómia, ami a, ami, ami, amit rengeteg veszély fenyeget ilyen értelemben véve, és többek között a segítő beavatkozás is fenyeget. Mert kiírhatja az autonómiát ismerjük jól a régi szociálpolitikai módszer, segített, de úgy segített, hogy tulajdonképpen kinyírta a, a, az akaratot, hogy az ember saját magán segíthessen. Na most a, az új és kreatív nek a szociálpolitikai szemléletnek, amit megpróbálok javasolni ebben a rövid kis előadásban, az, hogy ne féljünk az új technológiáktól, hanem próbáljunk ezekre az új technológiákra úgy tekinteni, mint mint amelyek megoldják, vagy legalábbis hozzá segítenek azokhoz a dilemmákhoz, többek között értékdilemmákhoz, dilemmák megoldásához, amelyekről beszéltem. Az első és legfontosabb dolog az adatbázis építés. Tehát, hogyha nincs, az adat az az új termelőerő. Nem csak a szociálpolitikában, oktatásban, gazdaságban, politikában, adatok nélkül ma már, ma már nem tudunk, eh, eh, hogy mondjam, eh, nem úgy fejlődni nem tudunk, nem tudunk megmaradni az életben. És a szociálpolitikai munkához nagyon szükséges az, hogy lássuk a terepet teljesen világosan, de nem csak a, a státuszkót. A státuszkor az egy dolog, utána ez trekking, tehát állandóan figyelni kell, hogy mi változik. Mert a, a meglévőnek és a változó változásnak, tehát a, a, a voltnak, a vannak és a lesznek, hogyha között húzunk egy vonalat, akkor lényegében véve meg tudjuk oldani azt, hogy szegmentálhatjuk a, a, azokat, akikre irányul a segítő szervezetnek a munkája, és miután szegmentáltuk őket, ennek következően testre szabhatjuk azt, hogy kinek milyen, módon próbálunk segíteni. Mert ahogy hallottuk a fogyatékosok esetében, hogy nincs olyan, hogy fogyatékos, az egy szó. Az igazi fogyatékos az, 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 az mind, mind, a saját maga módján fogyatékos, mint a boldogtalan család hogy regényének induló mondatában. Minden boldogtalan család maga módján az, és meg kell mondjam, hogy az, akikre akik, segítségre szorulnak, a maguk módján szorulnak segítségre. És ezt a, ez a fajta adat alapú monitoring és szegmentáció ezt meg tudja oldani ezt a fajta ezt a fajta tesse szabást. a bemenet folyamat kimenet nagyon fontos, tehát hogy folyamatként kezeljük a, a, a beavatkozást, ami következik ebből a gondolatmenetből, amit elmondtam, tehát hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy hogy mi a bemeneti helyzet, követjük a folyamatot és, és ellenőrizzük ugye a, a kimenetet akkor legyenek indikátorok. Ez őrült fontos dolog, mert ha nincsenek indikátorok, akkor, vége, akkor ugye ez megint adat probléma, mert ugye indikátorok adatok áll, által elép, állnak elő, akkor ugye nem tudjuk, hogy honnan, hova haladtunk. És nem tudjuk lemérni a hatékonyságot, és nem tudjuk teljesíteni azt, amiről mond, amit mondtam, hogy a takarékosság és a hatékonyságnak a dilemmáját nem tudjuk megoldani, és a transzparenciát nem, nem győzöm hangsúlyozni. Úgy látom, hogy úgy látom egyébként, hogy ennek az egész új világnak, új technológiai világnak, amiről beszélünk, egyetlen egy nagy igazi kockázata van, hogy elveszi tőlünk a titkainkat. Megfoz bennünket attól, amik egyébként vagyunk, a privacy, ezt úgy mondják, nem magyarul, hanem angolul, de hát most már a kettő lényegében véve egybeolvad bizony szempontból. Tehát a, 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 magánszférát azt, azt kell óvnunk minden áron. És azokat a garanciákat ebbe az új technológiai Megközelítésbe feltétlenül be kell építeni, hogy nem csak hogy beépíteni, hanem el is higgyék ráadásul, mert ez is másik dolog, el is higgyék az, azok, akikkel foglalkozunk, hogy a, hogy a magánélet a szent, oda nem lépünk be. Tehát milyen elvek vannak? Ugye a privacy-ről beszéltem, ez, ez a Cornesson, a sarokkő. A párbeszéd, ugye a részvételből adódik az, hogy, hogy ez nem egy monológikus dolog, nem, nem, nem én, Oktat, nem én mondom meg neked egyértelműen, hanem meghallgatlak téged, és közösen voltak éppen, eldöntjük, sőt, ne adj Isten szelződés kötünk, hogy mi legyen a kimenet. Tehát maximálisan bevonjuk párbeszéd útján a, azokat, akiket segít a szervezet. Autonomiát már hangsúlyoztam. Az integrációt nagyon fontosnak tartom. Magyarországon úgy látom az egyik legnagyobb probléma, hogy a legkülönbözőbb segítő felületek, az egészségügy, a lakás, a munkaügy, az oktatás, a családvédelem. A családvédelem eleve szét van tagolva, a fogyatékos ügy, a mentális életvezetési segítség, a jogvédelem, ezek mind szét vannak tagolva, és egyá egy nem kommunikálnak egymással. Tehát ezek, ezek mind külön hivatali várak, olyan hivatali várak, amelyeket persze el lehet kereszteni kormányhivatalnak, de attól még ők nem fognak együttműködni. Mert nincs benne a alkalmazottakban a szelleme az együttműködésnek, mert az ember az egy és ugyanaz. Én nem vagyok külön lakás, nem vagyok külön fogyatékos ügy, én az vagyok, aki vagyok. Tehát ilyen értemben, és az orvosoknál ez borzasztó ezt látni, hogy van külön, aki a jobb fülemmel foglalkozik, van, aki a bal fülemmel foglalkozik, olyan nincs, aki mind a két fülemmel foglalkozna. Nem beszélve arról, hogy velem nem foglalkozik, nem, velem nem foglalkozik senki. Tehát az integráció az össze, és erre az adat megközelítés messze menően adhat lehetőséget. Ez, fontos. ez ugye a kliens központoság. És az utolsó kedvenc szava, megint elnézést, hogy angol szavakat használok, ez az empowerment, ez a, ez a valamilyen módon, ugye, hogy, hogy, amit a kislányban ez, ez engem meg, Tehát, hogy, hogy adok, szóval, hogy mondjam, lehetőséget adok neki arra, hogy, hogy ellenőrizze a saját sorsát. És ez a legfontosabb. Ez, ez, ugye ez mind, ebből, amiket elmondtam, lényegében végül az a én, hogy az empowerment az a szociálpolitikai szervezet kreatív, amely biztosítja a kreativitást a kliensének olyan tekintetben, hogy biztosítja a lehetőséget, hogy ellenőrizze saját sorsát. Na és akkor a végén vagyunk az előadásnak, nem akarok túl hosszú és unalmas lenni. A, hát amit szorgalmaznék nagyon szerényen, ugye a Ruszon nyomán, <laughs> új társadalmi szerződést. Új társadalmi szerződést kellene kötni, mert azok a, azok a, korszakból adódó külső bajok, és azok a saját belsőnkre vonatkozó bajok, amelyekről beszéltem, azok csak akkor menedzselhetők, hogyha ha teljesül az egyik legfontosabb elv, ezt annak én még az is ben tanultam, a, a, fejlődés fenntarthatósága. Tehát az a fajta fejlődés, amely, amely a GDP-nek a bűvöletében egyre többet és többet akar termelni, független attól, hogy kinek van szüksége arra, az nyilvánvalóan azokat a bajokat csak fokozza, amelyekről beszéltem a bevezetőben. Olyan fejlődésre van szükség, amely fenntartható, és a kultúra ilyen értelme véve az az erő, amely a fenntarthatóságot fokozza. Mert a kultúra az, az lényegében véve önmagától nő úgy, hogy nem, nem szennyezi a környezetet. Tehát csak pozitív hatásait látom a kultúrának. Tehát a kultúra alapon lehetne elgondolni ezt a fenntartható fejlődést, és nyilvánvalóan például a fogyasztást át kell gondolni. Vissza kéne venni a fogyasztást. Van most már egy külön mozgalom a nem fogyasztásra. Nem akarnék most ötleteket adni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A, ami tőlünk függ, mert a fenntartott fejlődés azért jó rész rendszer probléma. Tőlünk is fe, persze, de nagy rész rendszer probléma. Szóval addig, amíg olyan profit, profit érdekek vannak, amelyek a fenntartott fejlődést inspirálják, addig azért hát kicsit korlátozottak, korlátozottak az eszközeik de lehet nyomást gyakorolni. A jó hiszeműség viszont az tőlünk függ. Egyedül tőlünk függ. Ne rossz hiszeműen, ne nézzünk egymásra, hanem jó hiszeműen nézzük. Ne a bizalmatlanságot, hanem a bizalmat kultiváljuk. És az együttérzés. Az együttérzés, ami az egész problémának a lelki, tehát az egész probléma a lelki infrastruktúrának az alapja, ami nem több, mint az empátia. Az empátia az a remek dolog, ugye, akkor megértem, hogy te milyen helyzetben vagy, és megértem, és kész. Na de, mi a következő? Az együttérzés az, hogy akkor már miután megértettem, hogy te mi vagy, hogy mire van szükséged, akkor tudok neked segíteni. Ez egy nagyon fontos dolog. Na most, és hogyha már segítek, ez egy, ez egy ilyen, Bregmantól vettem ezeket a, ezeket a jó tanácsokat, de ezt nagyon fontosnak tartom, ez, hogy ha te jó vagy, akkor ne titkod. Mert nincs, nincs ok rá. Mert hogyha, ha nem titkolom, hogy jó vagyok, akkor ugye elképzelhető, hogy utánzóra fogok találni. Ha titkolom, vagy pláne ha, ha bizalmatlan vagyok, meg, meg, meg eleve nem vagyok segítőkész, akkor az egész dolog hamvába, ho, hamvába holva, tehát a, a jóságnak a, a, jóságnak a, a kultúrája, az egy nagyon fontos eleme lehet, egy társadalmi, közérzeti eleme lehet mindannak, amit kreatív szociálpolitika szociál nevezünk. És hát ebből következik az, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy nagyon jó helyen vagyok, hogy szervez követőket, mert egészen biztos vagyok benne, hogy akik itt vannak, azok, azokat követik. És erre büszkék lehetnek. Köszönöm a figyelmet.